népszerű humorista. Elmondanám, mennyire így van ez. Talán emlékeznek, volt egy tréfám, egy spórolási ötlet, hogy a fizetős WC-ben vissza kell kérni a pénzt, hogy nem sikerül. Valaki írt, hogy kipróbálta ezt élesben, és azt mondta neki a WC-s néni, már megint az a kőha, amin a ne szórakozzá. Ezen kívül, ahol rendszeresen felszoktam lépni Budapesten, lehet már kapni a bejáratnál kőhalmi spólót, kőhalmi bögrét. Amit várok, és hátra van még, az a plüss kőhalmi, az annyit tudna, hogy ahogy leveszed a szemüvegét, elalszik, mint az igazi, és akárhogy fésül a haját, visszaáll. Ez itt egy újabb nyári lehalászás, amit ma én fogok konferálni. Vannak, akik ilyenkor politizálnak, kihasználva minden adódó 2 percet, hogy szerezzenek maguknak néhány újabb ellenséget. Én rendszerint visszaélek azzal, hogy megkaparintottam a mikrofont, és számomra fontos kérdésekben intézek felhívásokat a lakossághoz. Teszem mindezt annak ellenére, hogy tavaly nyári mozgalom sajnos követők nélkül maradt. Akkor arra kértem mindenkit, hogy üssük le a nagy hímszúnyogokat is. Önök ezt nyilvánvalóan nem tették meg, mert tele vagyunk szúnyogokkal. Remélem már csak ebből is okulva fokozott figyelemmel hallgatják idei üzeneteimet. Először is védekezzenek a nap ellen. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni a napra, mint aki a barátunk. Ez egyáltalán nincs így. A nap egy égő atommágia, ami veszélyesen közel van hozzánk, és csoda, hogy eddig nem repültünk bele. Én ez ellen az égítést ellen naptejjel próbálok védekezni. Nagy kérdésem volt, hogy ha 30 faktorosra rákerem az 50-eset, akkor az lesz-e 80? Sajnos nem. De óriási lenne, ha megérni folyamatosan kenegetni, és a végén el lehetne érni, hogy annyira védjen a napsugárzástól, amikor már tulajdonképpen egy tükör alakul ki az ember fején. Én nem lesülő vagyok, hanem nagyon gyorsan barnuló, gyakorlatilag a nyár első fuvallatával magamra tetoválom a teljes ruházatom kontúrját rövid nadrággal, órával, szandállal, ezért ha én leveszem az ingemet, alatta a bőrömön ott látszik ugyanaz a póló, mint az Elvi reklámjában volt. Arra gondoltam, hogy most már hiába is megyek ki napozni, mert a barnább részem ugyanúgy tovább barnul, a különbség meg megmarad. Úgy tudnám kiegyeníteni, hogy térzokniban, hosszú női báj kesztyűben és símaszkban napoznék. A símaszk pláne hasznos lenne, mert így legalább nem látnák ki az őrült, aki így jött le a strandra. De a legfontosabb üzenetem a hallgatókhoz. Nagyon fontos, hogy fagylatot gyereknek kizárólag szín szerint szabad vásárolni. Mindig olyat, amilyen pólóban van. Hála az élelmiszeripari mérnökök áldozatos munkájának, ma már minden szín hozzáférhető, a türkisz kéktől akár az ibolyáig. A leevés még kockás inggel nem megoldott, ehhez kockás fagylatot kellene kifejleszteni, gondolok a rácsos linzer ízűre. Most pedig következzenek a világ legjobb kabarészámai, közül azok, amik Magyarországon születtek az elmúlt évben, a rádiókabaréban, és most pedig belefértek ebbe a műsorba. Jó napot kívánok! A rádió készülékek előtt ülőknek jó étvágyat kívánunk. Ugye ez a Jó ebédhez szól a poén következő adása. Van egy ősi kínai köszönése, ez a kettő együtt van, a jó napot és a jó étvágyat. Ez az ettél ma már rist. Ismert kínai köszönés. Ez a pálinkás jó reggeltnek egy helyi megfelelője. Biztos van ilyen ismert, a más nemzeteknél is van ilyen valószínűleg, tehát ismert angol köszönés, for-e már a teavíz. Vagy ismert skót köszönés, valaki meghívott ma már. Vagy ismert ír köszönés, ugye nem ittál még vizet. Na most, én leszek ma itt a szóvivő, és hát könnyű dolgom van, ugyanaz, mint minden humoristának, ugyanazt a 44 betűt kell variálgatni a megfelelő sorrendbe, hogy a közönség nevessen. És én annyira így az X-et, meg a W-t, meg a Q-t, meg az Y-t nem is használom, tehát, hogy nem mondok ilyeneket, hogy Xavier Varnus Faxol, vagy olvassa a Winnetut és Queen xilofonozik, tehát ilyenek nem lesznek, körülbelül 40 betűt fogok variálgatni. És fontos elmondani, hogy a kabaré az egyetlen műsor a rádióban, amit valós közönség reakcióval veszünk föl, tehát jó lenne más műsoroknál is így lenne, nem tudom, krónikába bemondanák, hogy megemelték a jegybanki alapkamatot, és akkor vagy időjárásnál, ugye mondtam, rossz idő lesz, Gizi, ilyeneket hallaná. Éjszakai műsor alatt ilyen szörnyű hortyogások, horkolások, himnusz alatt meg csak a széttologatás, ez lenne valószínűleg. Az év végén egy internetes portál végigvette, hogy mik voltak azok a szavak, amiket 2010-ben tanultunk, ez a fülkeforradalomtól egészen az emberekig, ugye ez nekem is elég irritáló, hogy mindig az emberek akaratára hivatkoznak, mikor a cinkék meg a medvék egyáltalán nem is szavaznak. Úgyhogy azt gondolom, hogy alapból benne vagyunk ebbe.
És nekem is van egy kedvenc kifejezésem, ez az új vagy igazi rendszerváltás, amit szeretnének egyesek, és erről mindig eszembe jut a zuglói Pákozdi tér története. A Pákozdi téren évtizedeken keresztül volt egy emléktábla, amire az volt írva, úttörők mindig minden évben megkoszorúzták, Pákozdi Antal emlékére, aki az 1956-os ellenforradalom idején a Danubia szerszámgépgyár védelmében hősi halált halt. És jött a rendszerváltás, a környező utcákat mind megváltoztatták a nevét, a Pákozdi tér maradt Pákozdi tér, csak kitettek egy másik táblát, hogy a Pákozdi csata emlékére. Az lesz volna jó, kitesznek egy olyan táblát, hogy Pákozdi Jenő emlékére, aki az 1956-os forradalom idején a Danubia szerszámgépgyár megtámadása során hősi halált halt. Tehát szerencsé, hogy nincsen mindig rendszerváltás, mert akkor 4 évente cserégethetnék a táblákat. Na most fontos tudni, hogy épül az ország első rendőr lakóparkja, ezt követem a járságban, egy kis faluban van, mert kevés rendőr volt a faluban, hát most lesz valószínűleg. Ugye nem tudom, milyen egy ilyen rendőr lakópark, hogy új gumibotok érkezte a kisboltba, vagy... Mindenki szirénával viszi a gyereket az óvodába, nincs elsőség senkinek. És híradóban láttam körkérdést, kérdezgették a helyieket, hogy örülnek-e a sok rendőrnek, és megálltottak egy olyan kockaladát, két olyan gyanús fickóval, hogy látszott, hogy ők mindenek örülnek, csak ne kelljen megmutatni a csomagtartót. Hát még egy hulladék égetővel is kiegyeztek volna, nagyon szeretjük a plutóniumot, hozzanak minél többen, nagyon szeretjük, de hát ők már nem mentek haza többet, az látszott rajtuk. Utána megkérdezték a másik interjú alanyt, egy idős bácsi állt a kerítésnél, mit szól a sok rendőrhöz. Azt mondta, hát végül is, azok is emberek. Nem lehet rajtuk kiigazodni. A úszómesterek szeretnének még több hatalmat, hatóságok szeretnének lenni az úszómesterek, nem tudom, mit akarnak, vízipisztoly, térdeljen a vízre, feltolt kezekkel jöjjön ki, ez lesz valószínűleg, na most, de hát fejlődik a világ, ott tartunk már technikában, hogy fényképezőgépeknél van egy pislantás érzékelő, hogy nem volt ki, hogyha valaki pislant, tehát egy komolyabb csoportképet nem lehet készíteni vele. 100 tagú cigányzenekarra, hogy nem sikerült, vagy a várból nem tudsz lefényképezni, hogy valaki a blahán pislong. Illetve iPhone-ra van olyan alkalmazás, hogyha nagyon meglendíted, akkor kiszámolja, hogy milyen messze esett volna le, ha eldobod. Nagyon hasznos, tehát, hogy kicsúszik a kezedből, le is tudod ellenőrizni, hogy jól működik. És nagy kaland, hogy bárki lehet űrturista, csak 200 000 dollár a jegy, a retur, oda csak 100, hát visszafele megoldjuk valahogy, de hát turista osztálynak elég drága, vagy nem tudom, hogy van egy business class, hogy valaki kifizeti a dupláját, de ki sem néz, csak végig laptopozik, súlytalansága. És hogy van-e diákkedvezmény, vagy hogy nyugdíjaszelvényt elfogadnak-e, de én azt gondolom, hogy a Budapest bérlet az 10 kilométerig fölfele is érvényes. Akkor jön az, hogy stratoszférájára kiegészítőt szeretnék. De nekem a Földön is vannak elég nagy kalandjaim. Egy barátomnak segítettem költözködni. Pontosabban szólt, hogy fogok menni segíteni. Aztán mondta meg, hogy mosógépet viszünk. Aztán, hogy Nyíregyházára, de hát akkor már menjünk. Akkor én már pénzt nem kérek. Nem is adtak volna. Valamit mégis fogadjak el, a barátnője könnyek között nyújtotta át, itt ez a pálinka, 5 éve őrizgetjük, fogadd el. Könnyek között elfogadtam. Elindultam haverom telefonál, hogy azért annyira ne örüljél, azt a pálinkát én 5 éve megittam és feltöltöttem vízzel. Ilyen, amikor egy napig cipekedsz egy üveg 5 éves posatvízért, ami legalább nyíregyházi, tehát az már majdnem szakmári pálinka. Sándor György, szakmánk nagy öregje, vetette föl, hogy mindig mindenkit bántunk, és hogy mindig kellene mondani valamit olyat is, ami szép. Láttam egy kis filmet arról, hogy hogyan készül a Rolls-Royce nevű gépjármű, nem tudom, tudjuk, ez ilyen 100 milliós nagyságrendű egy Rolls-Royce, tehát egy budai villa egészen kicsi négyzetméteren. És minden csak kézzel, mindenből a legdrágábbat, mindenből a legjobbat, és egy Rolls-Royce-ot 5 órán keresztül políroznak, tehát eredetileg minden Rolls-Royce sokkal nagyobb. Csak ez lesz belőle a végén. És szerintem
a Rolls-Royce-hoz az ablakmosó folyadékot is 25 évig érledik barikkó töltve hordogva. Intarzia mintás elakadás jelző háromszög jár hozzá, és nem csak téli meg nyári, hanem tavaszi és őszi gumi is van. És a Wunderbaumot, azt Skandinávia legsűrűbb erdejéből, a legmagasabb fenyő tetejéről szedett tűlevelet sodorják rénszarvasok a combjukon. És a vonóhorogra a teniszlabdát maga Federer rakja rá mindegyikre. És megnéztem a kisfilmet, és tényleg van egy ember, akinek az a foglalkozása, hogy 30 éve minden Rolls-Royce oldalára ő húzza a csíkot. Egy ecsettel, minden segédeszköz használta nélkül. Tehát nem az, hogy robotot nem használ, vonalazót sem használ hozzá, és ez szerintem szép. Nem tudom, mi van az a Rolls-Royce, amikor így tüsszent, de hát azt bezúzzák valószínűleg, és állnak kint az emberek a gyára, hogy nincs valami elrontott Rolls-Royce, amit csak kidomnának. És külön francia krétával kenik a kezét, hogy ne tapadjon, 3 órán keresztül húz egy csíkot, különleges mókus szőrecsettel, ami az a mókusokat szerintem külön tenyésztik a gyárba, kizárólag nutellás raffaellót esznek, és kézzel végeznek velük a gyárudvaron. Nem igaz, mert nem kézzel végeznek velük, hanem mahagóni baseball ütővel verik őket nagyon. Egyszer volt egy hét, hogy véletlenül nem mahagóni baseballtől verték az agyon, de azok a kocsikat visszahívták, mert rossz lett a csík. De mondok olyat, ami tényleg szép. Egy nagyon rövid történet. Tudjuk, hogy az egészséges életmód a zöldség gyümölcsön múlik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint amit a Bosnyák téri piacon láttam. A krumplik fölött lógtak botok. Kérdeztem a zöldséges, hogy mit keresnek ott, azokat is árulja vagy nem. Azt mondta, ezek így gyűlnek, mert mindig jönnek az idős nénik botta. Megkapják a 2 szekkel zöldséget, haza mennek. Kőhalmi Zoltán, a kabaré új hullám gyors beszédű tehetsége. A következőkben gyermekkori traumáiról mesél nekünk, aki kérte Hidas Kálmánné Vecsésről és Harcsa Tibor Tökölről. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Most eldöntöttem, hogy így fogok beszélni. Múltkor 1/8-addal lassították. A gyerekkoromról szeretnék beszélni, nincs olyan messze, de ki tudja, van ennyi hátra. Én tanárgyerek vagyok, ami a legrosszabb. Egész gyerekkoromat azzal töltöttem, hogy tanulmányi versenyekre kellett járnom, ahol más tanárgyerekekkel versenyeztem. Bármiből, de teljesen mindegy, hogy jó voltam belőle, vagy nem. Tehát azért érezzük, hogy a kazinci szépkiejtési verseny túlzás volt. De mivel 3 tanárgyerek volt az iskolában, és az első 3-at díjazták, mindig mentem a városira. És hát nem volt olyan könyv, amiben ne lett volna beírva, hogy miért kaptam. Akkor a szüleim azt gondolták, hogy a jó jegy, ez alapján lehet érvényesülni az iskolába, de nem így van. Ami alapján eldől, hogy ki az, aki menő az iskolába, az a tárgyak birtoklása, amit annyi vallás hirdett pró vagy kontra. Volt a kvarcjáték, amit nagyon sokat sírtam, hogy nekem is legyen. Nekem volt egyedül olyan kvarcjáték, amiben nem lehetett meghalni. Na most, a szüleim ezt ilyen humánus gondolatnak tartották, de mindenki mást vagy fejbe lőtték, vagy az űrhajója felrobbant, vagy legalább elgázolták az útszélen, amikor stoppolt. Nekem egy vidám mackó pisztrángra vadászott. Tekintve, hogy nem a pisztrángokkal voltál, túl sok halál nem nincs benne. Tehát legfeljebb megcsúszik egy kövön és szétlocsan az agyba, de ilyen nem volt. És halak egyre gyorsabban jöttek, és akkor 3-at nem kapott el, akkor ki volt éve, hogy game over. És a maszkó picit szomorú volt. De mindenből rosszabbat kaptam volt. Kimentek Bécsbe a szüleim Walkmanért, és visszajöttek egy olyan fülhallgatós rádióval, aminek akkora antennája volt, hogy csak farsang idején lehet kimenni az utcára. Panában meg le volt árnyékolva. És itt csak a fűtéscső mellett tudtam hallgatni. Csak a Petőfit, tehát... Most lett volna még a sportkarrier, hát rádióhallgatók nem látják, de értelmiségi testalkatom van. Általános iskolában még mindig tartom a negatív rekordot kislabdadobásból. -3 méterrel. Tehát
az a lendület, hogy meghúztam, hátrament, és három próbákat sem nem bírtam megfejelni. Hát én sakkozni jártam, az nem annyira erős. Anyámmal jártam sakkozni Miska bácsihoz Szentesre. Miska bácsi lényegében a sakkozás Cigány Györgye volt. Tehát ugyanannak a néhány embernek biztosított minden hétvégén sakkozási lehetőséget, vele született korbácsony kabátjába tartózkodott. És mindig ugyanazok, tehát ahogy Cigány Györgynél is ez a... Aki kérdez, Cigány György, aki válaszol, 30 éve ugyanazok. Tehát... Na, minden műsor úgy kezdődik, hogy köszöntjük régi kedves játékostársunkat. És mindig tudják, ez engem nagyon fölidegesít, mert minden délben hallgatjuk. És már tudja, tehát azt is megmondja, ki vezényelt, mert kitalálja, hogy milyen névnap van. És ő... És én akarok lenni az első, aki bekerül, de nem tudja. Ez már egy büszkeséggel töltene el. És az lenne, bármit mondanak, azt mondom, Brinszki, Korszakov, Sehrezádi, a tenger. Ez a leghosszabb, amit ismerek. Na most... Miska bácsi ugyanannak a 8 gyereknek játszott körmérkőzés minden hétvégén. Ez Szentesen az úttörőházba zajlott, ahol egyszer találkoztam a folyosón egy vállig begipszelt karú srácsa, aki azt kezdte, hogy te is az ügyeskezek szakkörre jöttél? A Miska bácsihoz jártam. Egy nagy sport van még Szentesen, a Wurzliba, ez csak Szentesen van, úgyhogy ez egy ismert terjesztő jellegű információ. A horgászat, amiben nincsen víz. Ez úgy néz ki, hogy van egy paraván, kartonlap, amire felfestették a hullámokat. Ezzel a víz lényegét megkapták, úgy érzik. És mögé dobsz egy pecabotot, és ott hangsúlyozom, egy dolgozó 20 forintért ráakaszt egy 10 forintos csokoládét. Hát egy olyan zsákba macskóla véletlent is kiiktatták, úgyhogy... Én nagyon szerettem ezt a játékot, apám annyira nem, aki erre a 20 forintot biztosította. És volt egy osztálytársam, aki a legkisebb volt a tornasorba, Zsolti, azóta már rendőr. Hangsúlyozom, ez nem rendőr vicc, ez szentesi történet. Most a Zsoltit úgy képzeljük el, hogy mint a Schobert Norbi, amikor már nem kövér, de még rendőr. Hát ő vigyáz az álmomat, amikor hazamegyek, hát egy pillanatot nem alszok. Zsoltinak az apukája a buszsofőr volt, nagyon büszke volt rá, hogy hazahordta a buszt és minden nap lemosta, csak abba az 55-es panelba sose lehetett parkolni, mert egész lépcsőt leállta, illetve az anyukája a 42-es ABC-be volt pénztáros. Szentesen két ABC van, a 2-es és a 42-es, nem tudom miért. Jobban hangzik. Hát a Zsolti mesélte, hogy az anyukájának az a keze, amelyik a csomagot rakja a kosárba, sokkal erősebb, mint amelyikkel beüti. Tehát, ahogy a Ben Hur se akart mindig ugyanaz oldalon húzni, mert eltorzulnak az izmai, ez neki így volt. És a Zsoltinak nem volt mindegy, mert a pofonok miatt, hogy melyikkel kapja. Na most a Zsolti fülelte le a szentesi rémet, aki hát egy horgászboltot igyekezett kirabolni, amikor a Zsolt arra járt és szolgálatba helyezte magát, ezt mindig így csinálják. Bement, és ott hát egy fegyvernek látszott tárgyal, és ő azt mondta, hogy igazolja magát. És hogy érezzék, hogy milyen bűnesetek történnek, most egy trükkös rabló tartja rettegésbe Szentest. Az ugye a trükkös rablásokat általában a nyugdíjasok sérelmére követik el, tehát gázolra leolvasnak, adják ki magukat meg árrendőrnek. Én azt mondanám, azt kell mondani, hogy nyugdíjbehajtó. És akkor rögtön, tehát nem hozzaviszi. És ez ennél egyszerűbb volt, de trükkösebb. Annyit tudott, hogy bement a néni, azt tudta, hogy a fia motorozik, és a néni rosszul lát. Annyit csinált, fölvett egy bukósisakot. Azt mondta, szevasz anyu, megtörtem a motort, adja 100 000-et. Adott. És így elképzelem, hogy ülnek a konyhába, a bukósiakba, és beszélgetnek, és küldi be a bablevest. És a búcsúpuszinál fölhatja a rostét, ezt tudom elképzelni. Na most akkor, hogy a gyerekkoromra rávilágítsa, szembesülök most vele, nekem is van gyerekem. Van egy ismerős házaspár, akik nem néznek tévét, hanem Jézusról olvasnak minden este, hogy tényleg semmi erőszakot ne lásson a gyerek. Azon kapták a két gyereket, hogy azt játsszák, hogy egymást feszítik keresztre a homokozóban. És hát ami a gyermeki lelket megvilágítja a legjobban, Kossuth Rádióban hallottam, Csukás István nyilatkozta, hogy pompom szerintem nem létezik. Na most
Hát ez azért problémás, mert ő írta, tehát ő... Tud ő írni a gyerekeknek, csak nem érti. És azt mondta, hogy a mese szerint arról szól, hogy a picúr az egy ilyen érénk képzeletű lány, aki megy az iskolába, és ezt kigondolja, ez jár a fejébe, hogy madárvédő golyókapkodó. Na most picúr szerintem nem érénk képzeletű, hanem konkrétan skizofrén, vagy szociopata, tehát beszél a sapka minden reggel. Tehát érzi, hogy a fejéből jönnek, csak azt gondolja, hogy föntebbről a hangok. Ott kezdődik egy fején hord egy együgyes kifordított bundakesztyűt. Hát rosszabb esetben szóvestő pemzlit. És úgy nem véletlenül nem kíséri el soha senki, tehát hogy van egy ilyen távolságtartással az osztálytársakkal, megy a bolond lány az iskolába, és az iskolát soha nem látjuk, tehát hogy ott őrzik, vagy csak foglalkoztatják, nem tudjuk, tehát hogy... És hát a mese lényegében Csukás István szerint annyiról szól, hogy ő minden reggel kirakja a fára az együgyes kifordított bundakesztyűt, délután meg csodálkozik, hogy megvárta. Köszönöm a figyelmet! Köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel, én Kőhalmi Zoltán vagyok, ez a szeptemberi rádiókabaré. Azt szoktam mondani, hogy az otthon ülőknek jó étvágyat kívánok, de igazából egy humoristának a legrosszabb közönség az, amelyik eszik. Ezért ugye hát, akinek étel van a szájában, az nem nevet olyan őszintén, úgyhogy van ilyenkor egy trükköm, amit beszoktam vetni, hogy elmesélem a leggusztustalanabb dolgot, ami megesett vele nevédlőasztalnál. Őt Herman Tamásnak hívják, egy barátom. Ő egy biológiai érdekesség. Ő úgy tudja enni a mákos tésztát, hogy ahogy nyeli le, az orrán húzza ki. De nem ez a durva, hanem hogy nincs rajta mák. Most, hogy a hallgatók is velünk vannak, belefogni a konferálásba. Fontos elmondani, hogy nagy felelősség a szóvivőjé, de kell mindig mondani is valamit, fontos, hogy legyen a kabaréba üzenet. Én megkérdeztem a feleségemet, hogy mi legyen az. Azt mondta, hogy legyenek az emberek türelmesek egymással, és soha ne adják fel a reményt. Üzenet is megvolt. Biológia. Remény. Nem, szóval az, hogy ez volt az üzenet, akkor most már csak a kabaré van hátra. A műsorszámokat látva el kell mondanom, hogy főleg a nyarat fogjuk búcsúztatni, visszasírni vagy elzavarni, nézőpont kérdése, és elég speciális nyarunk volt. Tehát konkrétan a Balatonon, a déli parton ilyen hínár zátonyok és hínár szörnyek, bálnák alakultak ki, és egyes vélemények szerint néhány évtizeden belül ki is száradhat a Balaton úgy, ahogy van. Lesz majd ilyen Balaton átfutási verseny, kékszalagmotoros verseny. De nekem nagyon jó lesz, hogyha kiszárad, mert végre meg lesz a nyakba akaszható hengeres pénztárcám. Több szemüvegem. És lesznek majd ilyen komplet vízibiciklik, még mindig harcoló német turistákkal. Na most volt a nyáron olimpia is, és nagyon sok szó esett a meg nem engedett eszközökről. Ugye már előtte nagy vita volt, hogy a műlábas paraolimpikon indulhat-e egészséges emberek között. Szerintem 4 év múlva azon fognak vitatkozni, hogy elindulhat-e ember nélkül 2 műláb. Egy robotot kell építeni, és rátenni egy fél ember, tehát nagyon egyszerű. Azóta pedig a dopingról szól minden, többektől már visszavették az élményt dopingolás miatt, és azt mondják, hogy hát az élményt azt nem vehetik el tőlük, és én ezért szeretnék tartani egy érem visszavevő ünnepséget. Az úgy néz ki, hogy fordítva játsszák le a himnuszt, és be kell állni egy gödörbe. És utána a szakosztályvezető egy bársony párnáról a nyakával akaszt egy táblát, dopingoltam. Egyébként nem tudom, miket lehet még visszavenni, ugye Kossuth díjat nem tudom, vissza lehet-e venni, vagy úgy lehetne megoldani, kapni kell mellé egy másikat, az érdemtelen művész. Illetve egy-egy rosszabb film után vissza lehetne venni az Oscart, az milyen jó lenne. Tudnék kitől visszavenni, a kéznyomát a járdán meg, hogy felöntik cementtel. Ezt tudom elképzelni. Itthon viszont nagyon sok vita volt róla, hogy megengedett eszköz lesz a választói regisztráció, micsoda átkötés volt, el nem képzelik, mennyit dolgoztam ezen. Szóval választói regisztráció, nem tudjuk, hogy lesz-e vagy nem lesz. Hát nem szeretném a
demagógia húrjait pengetni, de csöndbe tenném hozzá, hogy milyen szerencse, hogy a miniszterelnök úr levelei nem kell előre regisztrálni senkinek. Nem tudunk róla lemaradni. És nekem ez kicsit olyan, mint hogy a bankban, amikor befeleteszed a pénzt, akkor nem kérnek semmit. Amikor kifeleveszed, akkor kell az igazolvány, meg a nyilatkozat, meg az új lenyomat. De izgalmasabb lenne a választás, ha bevezetnék, hogy minden körzetben az első regisztráló nyer. Szóval az a lényeg, hogy engem sokan olvasott embernek is gondolnak, ezt a szemüveg teszi. Én már magyarulán is csak ebből éltem. De volt, hogy a szemüveg miatt számítástechnikusnak néztek. Az jó volt, álltam sorba egy hivatalba, és szóltak, hogy csinálja már meg a gépet. Gondoltam, hogy poénból szétszedem nekik, aztán végén mondom, ez még nekem sem egy. Ezek a mai gépek. Vagy elmegyek alkatrészért, csak mondja, hogy milyen gép volt. No, és hát én nagyon sokáig nem is olvastam semmit, csak aztán egy nyáron elromlott a tévénk. Az volt a hiba jelenség, magától kikapcsolt néha, és elvittük apámmal az Orion Service-be, nem tudom, kinek vannak emlékei, hogyan dolgoztak ők ott. Hát apám egy türelmes ember, ő egy olyan 2 hét után telefonált rájuk, hogy mi a helyzet a készülékkel, és azt mondták, hogy figyelik. Kis természettudósok voltak, figyelték. Csak ugye egy kémcsővel sokkal unalmasabb figyelni, mint egy tévét. Apám meg figyelte otthon a falat, fizette az előfizetési díjat, és egy újabb 2 hét után pattant el benne valami. És mint Michael Douglas az összeomlásba, rájuk rúgta az ajtót, és amíg sakba tartotta őket, én visszaraboltam a saját tévénken. Apám egyébként nagyon nagy dumás, nem túl romantikus alkat. Megtaláltam az érettségi tablóképét, amit anyámnak adott szerelmi zálogul. Az van ráírva, ez van, ezt kell szeretni. És hát elképesztően agyibasztó dolgok mennek a televízióba. Kapcsolgattam és azt figyeltem, hogy minden csatornán krokodilt üldöznek, csak az egyiken az az ősellenség, a másikon meg akarják ölelni. Ugye attól függ, hogy melyiket nézed. Olyan van már, vettünk a gyereknek biciklit, és ahhoz kaptunk tájékoztató DVD-t. Biciklihez. Hát nem mertem még megnézni, de várom a pillanatot, hogy mikor fogok annyira unatkozni, hogy mondom azt, hogy csinálják kukoricát, aztán berakom a bringát. És van ez a duma, hogy én csak sportcsatornát nézek meg, én meg csak ismeretterjesztő csatornát nézek, mint hogy ez valamilyen intellektuális magaslat lenne, és nem lenne tele az is mindenféle hülyeséggel. Most olyat láttam már a spektrumon, hogy van ember, akinek az a hobbija, hogy UFO vadász. Hát az szerintem még a horgászatnál is unalmasabb lehet. Én mindig megy haza, ma se volt semmi. Nem jönnek. De hogy ezt hogy utálja otthon a család, nem? Hogy egy horgász az hazavisz néha egy pontyot az asszonynak, ez meg csak nincs otthon, viszi a pénzt, mert azért meg kell hozzá venni ufóvadász bakancsot, ufóvadász sapkát, ufóvadász sapka tartó táskát, ufószőrből, az nagyon ritka, műufószőrből csinálják általában, és azt nem tudom elképzelni, milyen csalival dolgozik. Egyedül az lehet, hogy egy gabonakör közepével lekötözi a Pataki Attilán. És most jöttem rá, hogy miért érekli mindig, hogy a kör közepén áll. Hát jó, hogy mindig elrabolják, ha odaáll, nem? Aztán biztos vannak ilyen vadászati tilalmak, hogy márciusban nem szabad alienre menni, mert akkor rakja a tojásokat. A Csubakka meg októberbe vedlik. Az IT meg teljesen védre van, azt nem szabad kilőni, és hát van egy elmélet, hogy lehet, hogy az idegenek köztünk élnek. A legszomorúbb az lenne, kiderülne, hogy 30 éve együtt járnak vadászni, csak nem vette még észre. És amúgy nem sokat tudunk az idegenekről, ugye vannak ezek a fehér alakok, időnként elrabolnak egyeseket, vizsgálgatják, aztán visszaengedik. Tehát lehet, hogy nem tudjuk, de benne vagyunk egy intergalaktikus tüdőszűrő programba. Aki keveset jelenti, azt elviszik, hát lehet, hogy Pataki Attilát is a miskolci levegő miatt rabolják olyan sokat, nem tudom. Most itt viszont a rádióban viszont jöjjön a nyár végi, szeptember elejé kabaré. Lesznek humoristák, akik nagyszerű előadók, lesznek humoristák, akik remekül tudnak írni, mi meg csak reménykedhetünk, hogy nem most akarják kipróbálni magukat a másik területen. Nekem a kedvencem az a humorista, aki észre se veszi, hogy mikor mond jót. Őt Hajdú Balázsnak hívják.
nem tudom ki is mi a Balázs, mi mind a ketten Budapestre szakadt szentesiek vagyunk, és egyszer jöttünk otthonról haza, ez a vidéki skizofrénia. Az Alföld közepén, az éjszaka közepén megálltunk egy benzinkúton, és a sötétből előlépett egy borzasztóan rossz arcú ember, tehát a Larousse enciklopédiában így ábrázolják a bűnöző. Volt nála egy táska, azt néztem, csorog-e belőle a vér, vagy ne. Azt mondta, lekéstem a gépet. Az Alföld közepén milyen gép volt, az kombány? Vagy a KDG-vet késte le a benzinkúton, 4 napja az voltam ott áll. És föltette a leggyakoribb eszperente kérdést, nem azt, hogy szeretsz engem, az a második leggyakoribb eszperente kérdés. Ezt kérdezte, Pest fele mentek. Egy olyan úton, ahol vagy Pest fel lehet menni, vagy nem, ez a két lehetőség van. Nem akartuk fölvenni, és Balázs úgy vágta ki magát, nem tudom, nem én vezettek. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, én Kőhalmi Zoltán vagyok, ez a júniusi rádiókabaré második félideje, és rögtön a lényegre is térnék, el szeretném mesélni, hogy járok a gyerekeimmel moziba, mert így próbálom bennük kialakítani a képet, hogy apával jó. Hát úgy, apával vagy és jó, akkor ez lassan már úgy kialakul, tehát, hogy akkor már úgy tűnik, hogy apa paktottatta a kukoricát, meg a digitális tőkkel is ő csinálta, tehát, hogy apával jó. Ezt főleg az elvált apukák szokták csinálni, de én mindenre készülök már. És hát apa meg úgy van vele, hogy kibírja azt a másfél órát ilyen neonsörényi pónikból, hát majd nem néz oda. Meg hát annak idején feleségemmel is végig tudtam ülni a Titanicot, ami hát egy büntetés volt. Szó szerint büntetés volt, mert előtte én elvittem az Alien 4 című filmre. Úgy, hogy ő addig egy Alien sem látott. Most nem akarok neki reklámot csinálni, nem tudom ki látta ki, ilyen szörnyes film, de ha valaki nem látta az Alient, ne a 4-gyel kezdje. A 21. percben van, amikor már Alien gyilkol meg Alient, én akkor sziszentem fel először, de a feleségem sokkot kapott. És azt mondta, hogy mivel Alien 4, én ezért 4 romantikus filmmel jövök neki. Hát nagyon jó, nem a piszkos 12-t néztük, ami... Azt se látta még, de már nem is fogja. És hát a Titanicot néztük meg, de az olyan hosszú, hogy az 2-t ért. Mert azt mondanám, hogy hát sokkal hosszabb, mint amilyen jó. Viszont pont olyan romantikus, mint amilyen hosszú, tehát hogy a... Titanic gyakorlatilag a romantikus filmek alienje. Egy ilyen nagyon sűrű koncentrátum. Na most ebből indulok ki, ha gyerekkel megyek moziba akkor is. Hát a legelejét nagyon elszúrtam, mert amikor először volt 4 napig csak velem, anyja nélkül, mondom, menjünk el moziba, apával jó. Megnéztük a Bambi 2 című filmet. Pontosan csak meg akartuk nézni, mert 1 perc után kapott zokogó rohamot. A Bambi 2 úgy kezdődik, hogy a jeges zivatarba áll a szarvas apuka meg a kis Bambi. Szarvas annyit mond, anyád nem jöhet többet, meghalt. Még 3 napig én voltam a gyerekkel is zakogott. És hát azóta én nagyon megválogatom, hogy mit nézzünk. Na most az alapelvem az, hogy semmi erőszak, de tényleg semmi erőszak. A számítógépes játékokra is mondják, olyan agresszívvá teszik az embert, hát én csak olyat engedek nekik, hogy így egérrel lehet színezgetni a pillangót, szülői felügyelettel. De én nagyon ideges tudok lenni a mellé kattintalak, hát akkor meg már a lába nem lila, nem érted, hogy nem lila? És akkor meg már őt ütöm, mert ő van ott. Mondjuk én meg a Tom és Jerry nőttem föl, attól is nagyon féltettek bennünket, hát azóta is úgy viszonylag kevés ember fejére ejtettem bowlingolyót a vasalódeszkáról, meg úgy senkinek nem cseppésztem dinamit rudat a szendvicsébe. Mondjuk az egereket gyűlölöm nagyon, meg így meg tudok állni a levegőbe, meg ha futni kell, úgy indulok előtt, hogy így ledítem a lábamat, és akkor úgy, de az erőszak az nem. Megnéztünk előre minden filmajánlót, ugye csak mindenkinek nézhető, tehát korhatár nélküli filmekből, de hát a Kardfogú Tigris nagyon félelmetes jégkorszakot sohasem látod, majd a 18. születésnapodon megnyitod egymagad.
És amivel a legkevesebb az erőszak, kiválasztottuk ez a Malac a pászban című alkotás. Nem tudom, ki látta Malac a pászban esetleg. Akkor mindenki nézze le maga el, és úgy tegye fel a kezét, tehát, hogy tudom, hogy ezt nem lehet vállalni, de... Majd azt mondom, neked is van gyereked, aztán... Jó, hát senki nulláról így erős lesz, hogy a szikár tényekre hagyatkozom. Csak na most a Malac a pászban annyi csak az erőszak, hogy van egy malac, akit majdnem megesznek, de nem. Ne aggódj, nem eszik meg. De a gyereket így is nagyon foglalkoztat, hogy apa, mi akarják megenni a malacot. Hát, mondom, nyerd le a májkrémes kenyeret, aztán majd elmesélem. Nem mutatnám be az egész hűtőt, de úgy... Vannak malacok, akiket megesznek, de ezt nem fogják. Mert van egy kis barátja, a pók. Ez egy ilyen mese. Nagyon népszerű angol mese, álltak ezen nőtt fel az egész brit birodalom. Hát ez utólag sok mindent megmagyarázza, hogy... Miért ott virágzott ki az abszurd humor? A kis barátja, a pók. Az üzeneteket sző a hálójába az embereknek, hogy ne egyék meg a malacot, mert ez egy jó malac. Hát innen már csak egy lépés a varázslatos paradicsom leves, hogy így nyúlná bele a kanállal, és betűtésztából írja, hogy tegyél vissza a hűtőbe. Fiatal vagyok még, tényleg. Vigyél vissza a természetbe, élnek, hogy öntsél rá a palántákra, nem tudom. Hát ezt vártam a filmtől, fölkészültünk, beültünk, az egész moziteremben vasárnap délelőtt Corvin mozi, csak 4 éves gyermekek, meg elvált apukák. Meg én. Csak hát nem számoltunk a film ajánlókkal. Ők meg nem számoltak velünk. És csak ilyen 32 éven felülieknek filmek, tehát inkább azt mondanám 72 éven felülieknek, hogy aki már így legalább egy világháborút átélt, azt tudja elviselni. Hát ilyen bácsik égnek az utcán, meg úgy kivégzések, miért van a bácsi denevérnek öltözöm élő mindenkit fejbe. És hát mindez Dolby Surround-ba kapott, tehát le se tudott kapcsolni, mint az esti mesét, hanem így hallgatott körbe, hát próbáltam ugye szem elé tenni, hogy nézd csak milyen érdekes szalvéta. És végül amellett döntöttem, hogy így egybe letakarom a szemét meg a fülét, meg akkor már száját is, és mint egy ilyen, így a koala a fára, így beleültem az arcába. És akkor gondoltam rá először, hogy lehet, hogy a malac mégsem éri túl. És hogy eleve milyen kétértelmű volt ez, hogy malac a pászban. Sült krumplival, uborka salátával, az úgy már teljesen már. És hát akkor nem tudtam rávenni a velvet a bugárat, hogy most rögtön rohamozzuk meg a termet, és nincsenek meg a mozigépész, hanem én egy ilyen utólag e-mailbe keménykedő típus vagyok. És azóta én levelezésben vagyok így a Corvin mozival, a fogyasztóidem főfelügyekkel, a Malac a pászbannal, mindenkivel, és ez a levelezés bekerült a számítógépemen a Zoli reklamál mappába. Ami egy ilyen nagy mappa, tehát... Hát van a Zoli reklamál mappa, meg némi kóbor fájlok így mellesleg, és hát a legnagyobb levelezésem az IKEA-val van. Lehet, hogy ezt nem lehet kimondani, úgyhogy van egy nagy levelezésem egy ilyen északi bútoráruházzal, aki növényi eredetű dolgokat szerel lapra, és hogy majd összeszereled egymagad. Minden a Jürgensburg emeletes ágyal kezdődött. Amit hát megvettem, és le van, nem, nincs is leírva, csak így le van rajzolva egy ilyen vidám menőmanó, aki az egyetlen menőmanó, aki nem szívja meg, vagy nem rak össze semmit, és akkor úgy, hogy mosolyog rajta, és le van rajzolva a kis szegecs, a kis kalapács, és mellé van írva, szorozva 275-tel. Ez csak úgy odalopták, de az nem volt rá rajzolva, hogy egyszer se fog belemenni, tehát, hogy abba 275-ször fogja visítva újra fúrni az egészet. És úgy éreztem, hogy megadom a kegyelem döfi, és nekik is írok egy levelet. Nagyon szépen felépített levél volt, tehát úgy indult, hogy a tegnapi napomat a Jürgensburg emeletes ágy összeszerelésével töltöttem. És ahogy területi képviselőjük írta, nagyon sok új és kreatív élményben volt részem.
És így ment fölfelé, hogy egyre erősebb lett. Név szerint mondjátok meg, hogy kitervezte, hogy név szerint tudjam szidni. És amúgy is otthon szórakozzatok. Elküldtem, 3 napig vártam a válaszlevelet. Megjött, az volt beleírva. Köszönjük, hogy érdeklődtél termékeink irány. Nem érdeklődtem, infarktust akartam kapni. Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Missziós céllal egy éve mesélem, hogy nem dohányzom. Most van egy éve, hogy nem dohányzom. Volt tortám is. Rá akartam tenni egy égő cigarettát.